Figyelmet szeretnék kérni a kedves nézőktől, a mai filmbemutatónk az szigorúan 18 éven felülieknek szól. Amennyiben még nem töltötted be ezt a korhatárt, úgy nem javasoljuk a megnézését. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy az Otherworld teljes stábja elhatárolódik ettől a filmtől. A bemutató mellett is összesen kettő érv szólt. Az egyik az volt, hogy sokan írták, sokan kommentelték, hogy miért nem csinálunk erről bemutatót. Nem véletlenül nem akartunk, de végül is a második indok meg az volt, hogy megmutassuk, hogy miért nem csinálunk ilyen filmekből, illetve ilyen jellegű tartalmakból bemutatót. Előre szólok, hogy ez a mai bemutató spoileres lesz, ugyanis nem áll szándékommal reklámot csinálni ennek a filmnek. És most akkor nézzük a szerb filmet. A már félig visszavonult pornószínész Milos boldogságban él feleségével és gyerekével. Egy nap ajánlatot kap egy független rendezőtől, Vukmirtól, hogy legyen ő a főszereplője egy művészi oldalról megközelített pornófilmnek. Ezt természetesen busás anyagiakkal jutalmazná Vukmir, így Milos bele is megy a dologba, és szerződnek. Azonban rövid időn belül Milosnak kényelmetlenné válik a dolog, ugyanis aminek a leforgatására szerződött, az egyáltalán nem szokványos aktusokról szól. Vukmir ugyanis nem árulja el a forgatókönyvet Milosnak, csak belehelyezi ilyen-olyan szituációkba, és improvizációra épít. Postoja Kozbin Szerő, Milos. Míg ez náma? Tigerezes. Igen ám, de Milos nem tud mit kezdeni a helyzetekkel, ugyanis olyan fura helyzetek elé állítják, hogy közösüljön egy gyerekkel, vagy közösüljön fiatalkorú előtt, ilyesmik. A film durván a feléig egy nézhető alkotás, sőt még azt is elhiteti az emberrel, hogy valamit mondani akar, habár azt már mindjárt az elején láthatjuk, hogy a középpontban a pornó áll. De úgy értsétek, hogy mindent körülvesz. Milos és ezáltal a család anyagi helyzete a pornós karriertől függ, este közösen nézik Milos szexfilmjeit, sőt az asszony el is várja ugyanazt a bánásmódot. A félretett pénz is egy pornókazetta tokjában van, valamint Vukmir művészete is erre korlátozódik, de még Milos rendőrbátyja is egy perverz állat. Viszont, miután elkezdődik a történet szerinti forgatás, megváltozik a film tónusa. És bár látszólag van itt történet, valójában messze nincs itt szó semmiféle sztoriról. Ettől a ponttól az egyetlen, amit be akar mutatni a szerb film, az az, hogy mekkora állat tud lenni az ember. Milost, ugyanis mivel ódzkodik megtenni mindazt, amit Vukmir elvár tőle, így bedrogozzák vágyfokozókkal, és így veszik rá, hogy mindennel közösüljön, amit elé raknak. Ráadásul mindezt művészetnek próbálják beállítani, csak hogy van itt egy kis bibi. Létezik egy ki nem mondott és meg nem nevezett lélektani határ, amit nem lépünk át. Ezt le lehet bontani több tematikára is, de alapvetően vannak tabuk, amiknek nem azért kell tabuknak maradniuk, mert nem merjük megkérdőjelezni a valóság alapjukat, vagy mert prűdek vagyunk, hanem mert bizonyos dolgok megkérdőjelezése káros. És nem is lenne szabad, hogy bárkiben felmerüljön azok megkérdőjelezése. Nem kérdőjelezzük meg a család fontosságát és szentségét, még akkor se, ha valaki árvaként nő fel, és amúgy normális ember lett belőle, mert a család egy univerzálisan időt álló fogalom. Nem kérdőjelezzük meg a heroin használat romboló hatását, mert nem akarjuk elültetni az emberek fejében azt a gondolatot, hogy végülis nem baj az, ha kemikáliával lövöd magad, vagy akár a saját gyerekedet, mert senki nem akarja a gyerekét tűvel a vénájában látni. Aki pedig igen, annak zárt osztályon a helye. És nem kérdőjelezzük meg az emberi méltóságot sem. Hadd ne kelljen kifejtenem, hogy miért nem, ennyi intelligenciát feltételezek minden kedves nézőnkről. A szerb film pedig igenis átlép egy határt. Mégpedig az emberi méltóság határát. Velem egyszerűen nem tudta elhitetni ez a film, hogy a művészet van a középpontban, elvégre Vukmir se tudja erről meggyőzni Milost. Most
Sőt, ha már itt tartunk, nem csak Milost, de a spanyolokat se, a németeket se, az új-zélandiakat se, és még sok más országot se, mivel azokban az országokban a film be van tiltva. De ha már itt tartunk, Szerbia is zokon vette a filmet, ugyanis eljárást indítottak nemi erőszak, nekrofília és gyermekabuzálás miatt. A rendező nagyon azt akarta, hogy a néző meguntorodjon a szerbektől, mivel még a film címe is egyértelműen őket bélyegzi meg ezzel, de hál' Istennek ezt még a saját hazájukban is kikérték maguknak az emberek. Visszakanyarodva a sztorira. Vukmir elmondja Milosnak, hogy miről szól a film, és ez miért nem pornó. Elmondja, hogy ez maga Szerbia, hogy ez az ipar gerince és az egyetlen dolog, amivel felkerülhet a térképre, amivel megmutathatja a nemzet, hogy létezik. Elvégre minden nap keményen meg kell küzdenünk, és csak az maradhat életben, vagy lehet sikeres, aki hajlandó megtenni azt, amit mások nem. Bizonyára a rendező úgy vélte, hogy ezt nekrofíliával és gyermekpornóval érzékeltetni hatásos formula, lehet, csak épp nem etikus. Voltak, akik annó azt mondták, hogy ez a film a háború borzalmairól szól. Itt nyilván a szerb háborúra gondoltak, igen ám, de a filmben nincs háborús utalás. Illetve egy van, de emiatt belelátni a háborús borzalmakat, illetve a pornót használni eszköznek annak bemutatására nem csak hogy méltatlan, de gusztustalan húzás is. Kaby samo znao s kakvim se drogoš na kurva štroja. Ubio bi tebe i ono tvoje jadno dete da se više ne pati. Igazából bele lehet magyarázni ilyen-olyan történetet, meg lehet fejtegetni a filmet, csak az a baj, hogy szó nincs semmiféle történetről. Itt maximálisan a pornográf végletek legbetegebb bugyrairól van szó. Az, hogy Milos lefejezi a partnerét szex közben, az, hogy bedrogozva megrontja a saját fiát, illetve hogy őt is megdugják, amikor épp eszméletlen, szerintem nem fejez ki semmi mást, csak aberrációt. A szerb film egyszerűen nem tudja velem elhitetni, hogy szól valamiről. Ez nem lehet a formája semmiféle művészetnek. Az ember magától se keres rá ilyesmire a neten, ez pedig beletolja a képedbe. És amikor már úgy érzed, hogy az összes szexuális fantáziádat és elképzelésedet szépen megerőszakolták, lerombolták és sárba tiporták, a film vége azért még tesz rá egy lapáttal, mintha direkt egy csattanóra hegyezték volna ki a sztorit, hogy a nézőben szépen meghalljon a lélek. Pusztán az előbb említettek miatt, ha valaki úgy érzi, hogy szerinte ez a film nem tartogat semmi különöset, vagy úgy gondolja, hogy szerinte ez egy jó és kifejező film, vagy esetleg úgy érzi, hogy ajánlaná másoknak, javaslom sürgősen keressen fel egy terapeutát vagy egy pszichológust, mert ott valami baj van. Igen, a gore-horrorokban is van, hogy fröcsög a vér, van, hogy belezést látunk, szörnyeket, szellemeket és még számtalan dolgot. A bökkenő csak ott van, hogy a maszkok látványa, illetve valószerűtlen dolgok bemutatása nincs romboló hatással az emberre, vagy legalábbis nem ilyen mértékben. Ellenben, ha a szexuális erőszak, a kiszolgáltatottság és a megalázás végleteit látjuk, ott akarva akaratlanul is az erkölcseinkkel nézünk szembe, már pedig amikor azzal nézünk farkas szemet és nem kapunk katarzist, vagy legalább egy épkézláb magyarázatot, vagy célt, ami talán értelmet adhatna az erőszaknak, akkor ott marad utána egy feszültség, ami megkárosítja a gazdatestet. Hibának tartom, hogy megnéztem ezt a filmet, de talán annyi előnye van, hogy legalább titeket figyelmeztethettelek. Ez olyan fajta túlkapás, amire nincs szükség. Amit nem akarunk látni, nem akarunk tudni róla, és az a tény, hogy ez a film zöld utat kaphatott egyáltalán. Az, barátaim, maga a nagybetűs szégyen. Elítélem az ötletet, a rendezőt, a színészeket és mindenkit, aki hozzájárult ennek a filmnek az elkészüléséhez. A céltalan erőszakot ilyen módon bevinni az emberek otthonába és ezáltal reklámot csinálni neki, hát ne is haragudjatok, de az felháborító. Ha ezek után mégis úgy döntesz, kedves néző, hogy megnézed a szerb filmet, azt szigorúan saját felelősségre tedd. Sziasztok! Hagyj! Krenj od malog. Thank you.